Ez a matrica az ifjúsági, lelki, elsősegi, ingyen hívható számára hívja fel a figyelmet. Most azonban a segítők kérnek segítséget munkájukhoz. Irodájukat nem mutathatjuk, ahol a tevékenységet végzik, ezért az utcán beszélgettünk a pécsi vezetőjükkel. Az ifjúsági lelki elsősegélyszolgálat hétköznaponként hívható 17 és 21 óra között. Elsődleges célunk a fiatalok öngyilkosság megelőzése, kríziskezelése és lelki egészségvédelme. Ehhez a tevékenységhez keresünk önkénteseket, 18 és 70 év közötti férfiakat és nőket, akik legalább érettségivel rendelkeznek. Azonban nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre a feladatra. Nagyon fontos, hogy a jelentkezők fejlett önismerettel rendelkezzenek, jó kommunikációs készséggel, és nyitottak legyenek arra a 100 órás képzésre, amit az önkéntes munka előtt el kell végezni. A 2020-as év öngyilkossági statisztikáját már kiadta a KSH. Ebből az derül ki, hogy a 25 év alattiak körében magas azoknak a száma, akik eldobják az életüket, tudtuk meg a pécsi szervezet vezetőjétől. A folyamatosan csökkenő tendencia megállt, és elég magas az öngyilkosságok száma. Ez azt jelenti, hogy a 25 év alattiak körében vezető halálokok egyike az öngyilkosság, ami tulajdonképpen ilyen heti két öngyilkosságot jelent a 25 év alattiak körében Magyarországon, ami nagyon sok, és ennek a megelőzésével foglalkozik a 137.00 ifjúsági lelki elsősegélyvonal. A pandémia alatti elszigetelődés, a társas kapcsolatok korlátozottsága ennek a korosztálynak jelentette a legnagyobb nehézséget. Ezt a lelki segélyvonalnál is érzékelték, hiszen megszaporodott azok száma, akik segítségért fordultak hozzájuk.